Sziasztok! Ez a budapesti sorozatom második része. Az előző részt ugye ott hagytam abba, hogy egy C30-as vonattal mentem a déliből Kelenföldre, hogyha ezt a részt nem láttad, akkor megteheted a kártyákon, illetve a leírásban is ott a link, szóval most innen folytatjuk. Eljutottunk Kelenföldre, igazából nem is jött kalóz. De úgy meg még a peronon megkérdeztem a délibe egy kalóz, és ő mondta, hogy tökéletes a 24 órás éj a zónázó vonatokra. Úgyhogy minden rendben volt. Ez itt a vonalrész. Ott van egy C80-as Ikarusz. Itt pedig ugye az egyes űrhason közvetítő csoport Tátrák. 3-as csoport Tátrák. És ott ugye ez itt az új végállomása, ami már az egyes űrhasonnak az új végállomása. Láthatjátok a Tátrákat. És itt is jön egy, nézzétek, ez ráadásul még ilyen hagyományos, tehát ez még nem a korszerűsített változat. Az ilyen retro Tátra már egyesen nem tudom mennyire fordul elő. Na hát miután itt ezen a nagy buszpályaudvaron sem találtam egyetlen egy Ikarust sem, eszembe jutott, hogy az Őrst vezérterénél nagyon sok Ikarus szokott lenni, úgyhogy odaindultam el. Itt a 4-es metró, ami ugye automata, és hát mi lehet elcsépelt a videó téma, mint a vezetőállásból videózni. Thank you.
a Kárgyi tér átszállhatnak az M3-as The next station is Carpenter. Change here for Metro Line M3.
jamais te mettre de doudoune là. Vezértere végállomás következik. Átszállhatok a H8-as és a H9-es térre. The next station is Ostvezértere, where this train terminates. Change here for suburban railway lines H8 and H9. Na és srácok, hogyha ismertek az MVK Miskolc csatornát, akkor lehet, hogy láttátok a budapesti videóját, és ugye ő abban a videóban ezen a szakaszon pont a másik oldalon állt, viszont én már akkor is tudtam, hogy ez az izgalmasabb oldal, ő nem látott orosz szerelvényeket, mi viszont fogunk. Feltéve hol odaérünk még ma, mert ezen a szakaszon a mai napig 20 km per órával lehet menni. Na és ahogy gondoltam, tele van Ikerószer ez a hely, imádom. Amúgy egy kis érdekesség, hogy bár azok a járművek már nincsenek forgalomban, de egy időben Budapest vett használt Ikarusz 280-osokat Miskolcról. De nem csak miskolciaknak.
Ezután felé szálltam a képen látható buszra, a BPO 102-re, és utaztam is vele, hogyha szeretnétek látni azt a videót, akkor a jobb felső sarokban megtaláljátok. T. Még egy 280T. Kilométer per órával megyünk. Nem viccelek, több mint fél órája. Így megyünk több mint fél órája. Nem vicc. Ez most full komoly. Itt a mozgalom. Aki ilyet a vasúcsúthoz, ebből a számból van valószínűleg tudja, hogy ez milyen mozdony. Köszönöm szépen, hogy végignézted a videómat, a végén csak elgurultunk valahogy Miskolcig. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, illetve ha még nem láttad volna a sorozat többi részét, a másik kettőt, akkor azt megtalálod a leírásba. Legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!